Sokat gondolkoztam, hogy mit lehetne elmondani itt 5 percben, és végül arra jutottam, hogy egy Sugával kapcsolatos élményemet mondom el. 2015. január 9-én volt az első önálló kiállításom itt a Fugában. Lenyomat volt a címe, Ugo Gabriella volt a kurátora. Ez 15 darab fotogram volt. A fotogram az egy olyan eljárás, hogy fényérzékeny fotópapírra rakunk különböző tárgyakat, azt levilágítjuk, és utána hívóval előhívjuk, és akkor ott a kész kép. Én azt csináltam, hogy fogtam fényképezőgépeket, és a fényképezőgépet raktam rá a fotópapírra, és amikor exponáltam, akkor vagy a saját vakujuk, vagy egy kis fejvakú elvillan, így nem a filmen vagy az érzékelő jelent meg a kép, hanem maguk a fényképezőgépek lenyomatai jelentek meg. Nagyon jól sikerült ez a kiállítás megnyitó, és utána átmentünk a barátaimmal a Roham Bárba. Az egyik ismerősömnek ott volt koncertje. És ez azért fontos, mert egy évvel ezelőtt az akkori még Bazár klubba a 2x2-es Rubik kocka összes változata című mozaikomat vittem el, meg volt beszélve, ez egy 1,5x1,5 méteres mozaikkép, 44 kiló, és ezt még a 2010-es intermédiás felvételemre készítettem, utána a Rubik Ernő irodájának a folyosóján is állt, a Fiatal Képzőművészek stúdiója nyitó kiállításán is, amikor felvettek ezt szerepelt, volt művészettörténeti segédtankönyvben, tehát hogy tényleg egy dokumentált mű, és amikor odavittem, akkor mondták, hogy most pont nem tudják kirakni, mert éppen oda vetítenek a Tour de France sorozatot, és de hogy ki fogják rakni. És akkor vissza-vissza mentem, pár havonta, és sose találtam, de mindig a raktárban meg volt, de mondták, hogy több kiállításon is részt, hogy kirakták, ami érdekes. És amikor mentem utoljára augusztusban, akkor kiderült, hogy átalakult Roham Bárra, és akkor így kerestem, nem engedtek fel a raktárba, és akkor mondták, hogy itt a karbantartó telefonszáma, hívjam fel. Felhívtam, mondta, hogy jó, természetesen megvan, semmi gond. Meg is nyugodtam, nem történt semmi. És akkor január 9-én a megnyitó után átmentünk, megnéztük a koncertet, és utána felszöktünk a kiállító térben, ahol a raktárak is vannak. Egyből mentem a raktárba, nem találtam meg. És akkor szólt az egyik barátom, hogy nézzek le a földre. És lenéztem a földre, és ott volt a mozaik, rajta a székek, egy asztal, le volt törve a széle, tehát egy elég drámai látvány volt. Ott volt a kisfőnök, akkor elkezdtem vele beszélgetni, és akkor mondta, hogy hát ők ezt nem tudták, hogy ez műtárgy. És mondtam, hogy rajta van a nevem címe, vagy a műcíme, dátum, tehát érthetetlen, hogy nem tudták. Gondolom valószínűleg amiatt, mert hogy mozaikból volt, és nem egy olajvászon festmény volt. Na mindegy, telefonszámot cseréltünk, és akkor következő nap hívtam, természetesen nem vette fel, akkor elmentem újra a Roham Bárba, a főnök számát megkaptam, este felhívtam, ő nagyon agresszívan mondta, hogy azonnal vigyem el, mert már rég ki akarták dobni, nem is érte, hogy mit keres ott, és hogy tehát tényleg nagyon indulatos volt. És közben én még felmentem a Facebookra, és megnéztem, hogy hát találok róla képeket, akár kiállításon, vagy azt, hogy a földön. És találtam két érdekességet. Az egyik, hogy a Dr. Máriás is ült a mozaikomon. A másik, hogy a MOME fotográfia, vagy másodéves fotográfus hallgatóiknak a kiállításán egy dobfelszerelést raktak a mozaikra, és azon doboltak, ami tényleg egy megdöbbentő dolog. És hát végül következő nap elvittem, és sokat gondolkoztam, hogy mit lehetne ebben az esettel kezdeni, hogy jogi útra terelni, vagy tényleg egyébként mit. És végül úgy döntöttem, hogy újra megcsinálom ezt a mozaikot, és
csinálok egy kiállítást, hogy mi műtárgy címmel, ami végül meg is, vagy létre is jött. Gábor Sarolta volt a kurátor, és Beke László nyitotta meg úgy, hogy a mozaikon állt. És olyan műtárgyak voltak ott a térben, ami mindegyik a műtárgyra kérdez rá. És ugye az a, volt ugye a fő kérdés, hogy ami a falon van, az a műtárgy, vagy az installáció, mert ugye a rongált Rubikot is odavittem, vagy kicserélhető-e a kettő. És hát ezért fontos számomra a fuga, mert hogyha nem lett volna itt ez a megnyitó, akkor aznap valószínűleg nem is megyek el a rohambárba, ezáltal lehet, hogy már ki is dobták volna, vagy megsemmisült volna a mű, és ez a mű az nagyon meghatározó volt az alkotói pályámban.